első száma a Star Trek űrlázadás című filmből szól. The first piece that you have just heard was from the famous series Star Trek. Most egyvele következik a The Sand Pebbles, a kínai negyed, az elnök különgépe, a Patch of Blue, a Portages, a Papillon, az elemi ösztön és a The Wind and the Lion című filmek zenéjéből. Mindezeket a filmeket Oscar-díjra jelölték. And now you can hear the main themes of the following films: The Sand Pebbles, Chinatown, Air Force One, Patch of Blue, Portages, Papillon, Basic Instinct, and The Wind and the Lion. All these films have been nominated for Academy Awards. Thank you.
verseny következő számaként a budapesti fesztivál zenekar Jerry Goldsmith vezényletével a Rambo című film zenéjéből játszik. The next piece that you are going to hear is from the famous American action movie Rambo. My friend. He also produced Rambo. He also introduced me to Budapest about 15 years ago. My first trip here was with Andy, and I've loved the city ever since. Now you can talk. Azt kérte, hogy tolmácsoljam, de nem enged. Akárhányszor a Jerry itt vezényel Magyarországon, mindig fel kell akasztanom a producing-i kalapomat, és tolmácsnak megbízik, egyéni tolmácsnak. Sajnos ő az egyetlen, aki bízik benne, mint tolmács. Szóval majd meglátjuk, hogy hogy megy a dolog. Körülbelül 10 évvel ezelőtt jött először Magyarországra, amikor vezényelt bizonyos filmzenéket, például a Rambónak második része az itt lett felvéve Magyarországon. Te lesz jól lett? Itt szóval, hogy mondod azt. Miklós Rocha was born in Budapest and lived here and was educated here, and then shortly before the war he moved to the United States.
Rózsa Miklós a következő számnak az írója, itt született Magyarországon, és utána költözött ki Amerikába. When I was 13 years old, I went to the cinema and saw Spellbound. Mikor 13 éves voltam, akkor a moziba láttam Spellbound nevű filmet. When the picture had finished and I left the theater, I was madly in love. Ahogy a film befejeződött, és elhagytam a színházat, szerelmes lettem. First with Ingrid Bergman. Elsősorban Ingrid Bergman-nal. And then the music of Miklós Rózsa. Másodszorban a Miklós, Rózsa Miklós zenéjével. At that point I made a decision that I would do two things in life. Akkor eldöntöttem, hogy két dolgot fogok csinálni életemben. I would marry Ingrid Bergman. Feleségül veszem Ingrid Bergman. And I would compose music for films. És zenét fogok szerezni filmekhez. I achieved one goal. Az egyik sikerült. Dr. Rózsa was a very close friend of my piano teacher, so I knew him from a very early age. And Dr. Rózsa nagyon közeli barátja volt az én zongora tanáromnak, tehát nagyon korán megismertem. And when I went to university, I studied composition with him for a period of time. És az egyetemen tőle kompozíciót tanultam. And we remained lifelong friends. És életű barátok lettünk. And so it was a great honor for me to perform the music from Ben-Hur in his native city, Budapest. És egy fantasztikus élmény nekem az ő zenéjét, az ő kompozícióját itt vezényelni Budapesten. Miklós Rózsa, Ben-Hur. Köszönöm. Thank you.
Hölgyeim és uraim, a következő szám a Mulán című amerikai rajzfilm zenéjének részlete, melyet ebben az évben rajzfilm kategóriában Oscar-díjra is jelöltek. The next piece is the famous American animated movie, Mulan, which has been nominated for Academy Award this year. Thank you.
Hölgyeim és uraim, a hangverseny utolsó számaként a Budapesti Fesztivál zenekar Jerry Goldsmith vezényletével a Tábornokok című film zenéből játszik. And finally, unfortunately, the Budapest Festival Orchestra, conducted by Jerry Goldsmith, is playing themes from the film The Generals. Hello. Yeah. That's music from MacArthur and Patton. I think it's translatable. Thank you.
working. You're all very, very generous with your applause. And the orchestra is wonderful, as you know, and I hope you understand what I'm saying. Because, Andy, where are you when I need you? We'll play, because I like this piece very much, and I feel very sentimental. We'll play the Prelude to the Charioteers again. Oh, here you are. What am I supposed to say? Well, say that they're very generous and they're gracious with their applause. Nagyon szépen köszönöm a tapsot. And they flatter me too very much. És nagyon meg vagyok hatva. And since they're so generous with their applause and their appreciation. És ez okán. We've not. I said, oh, that's on the clock. We haven't prepared anything else, so we will repeat the Parade of the Charioteers. Nem készültünk semmilyen fajta ankorral, de az egyik számot újra eljátszuk, az a Ben Hurből a Charioteers. I'm trying.